honvédelemmel és a 20. századi retróval foglalkozó kiállítás nyílt Kisbéren, Keleti hadszíntér címmel. A Békás Imre magángyűjteményéből nyílt tárlat visszaröpít minket az időben. Van, akit nosztalgiával tölt el, akit pedig nem, az megismerheti a múltat. A magángyűjtő szerény körülmények között a garázsába zsúfolta be a tárgyi emlékeket. Hát ez a kis kiállítás a 20. századi hadtörténetet próbálja bemutatni, azon belül a Varsói Szerződés tagállamainak eszközeit és egyenruházataira koncentrálódtam. Mellette az éppen Magyarországon abban az időben felvonultatott társ szervezetek egyenruháját is bemutatja. A rendőrség, határőrség, az ifjú gárdista, egészen az úttörő és a kisdobosig visszavezetve. Azon kívül, mivel hogy Kisbéren van a múzeum, úgy gondoltam, hogy Kisbér hadtörténelmét is szeretném bemutatni. Ezt egészen a első világháborútól kezdve sikerült összeszednem. Érdekességképpen Veszprémi Géza kisbéri hadi tengerész hagyatéka, a fényképei és a Vinibus Unitis nevű hadihajójának a képén keresztül. De megtalálhatók itt első és második világháborús kisbéri hagyatékok, azon felül a 50-60-es, 70-es, 80-as, 90-es években Kisbéren történt események és létező szervezetekről is vannak anyagom. Kisbéren működő munkásőrség anyaga, vagy éppen a Kisbér mellett működő Bakonysárkány néphadsereg helyőrség technikai eszközei, illetve fényképes anyagát is igyekszem bemutatni. Hogyan sikerült ezeket a dolgokat összegyűjteni? Körülbelül 10-15 éve kezdtem el gyűjtögetni. Először saját magam mentem utána. Hallottam, hogy itt-ott ilyen megszűntek ilyen szervezetek, amik esetleg kidobásra kerültek, azokat megpróbáltam megszerezni. Majd később a lakosság és a baráti körön belül érkeztek ide hozzám különböző eszközök, illetve ruházati anyagok. Vannak-e érdeklődők a múzeum iránt? Hát a múzeum az így hivatalosan szombaton 11 órakor lett megnyitva, egy kis baráti társaság és néhány szervezet képviselőivel karöltve. Most gondolkozom majd a későbbiek során, hogy hogyan tudom a múzeumot üzemeltetni. Úgy gondolom, hogy a szikvízüzem nyitvatartási alatt bárki, aki erre jár, megtekinti, az számomra úgy gondolom megtiszteltetéssel fog felérni. És folyamatosan gyűjti is az anyagokat továbbra is. Igen, természetesen, sőt, mivel az épület a saját tulajdonomat képezi, a továbbiakban, a következő hozzáépítésben igyekszem majd bővíteni a múzeumnak a lehetőségeit. Televízne vysielanie je súčasťou projektu pod názvom Informácie o cez hranicu v prihraničnom regióne Ponts-Danubí, Crossing Borders by Information in the Ponts-Danubí Border Region, ktorý sa realizuje v rámci programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika. Az elkészült műsor az információval a határon át a Ponts-Danubí régióban Crossing Borders by Information in the Ponts-Danubí Border Region című projekt részeként a Magyarország-Szlovákia határon átnyúló együttműködési program támogatásában valósul meg.